Megérkeztünk következő helyre, itt a tehénke iszik, mindenki megitatja, ne legyen neki nagyon meleg. Nagy vásár, bazár, ugye? Mindenki vásárol, itt van Gornitány Murtik oltára, és akkor megyünk be itt a templomba. Vannak szegények, kódosok, és akkor nekik is szoktak adni adományokat. Most megyünk, hódolatot ajánljuk a Murtiknak. Körbe kell menni itt, és akkor Hare Krishna, megérkeztünk. Itt van egy ilyen Garuda, sasmadár, aki tud repülni bolygók között és világok között, lelki és anyagi világ között. És megyünk itt az oltár elé, ajánljunk tiszteletünket, és utána áldásért imádkozunk. Itt, ahol most vagyunk, ez a neve, hogy Koladvip. Aha, mondodjim. Koladvip, ott van Úr Csitányának a Murtija, Visnupriya felesége imádta a Murtit, majd próbálok oda közelebb menni. De ez a sziget az a híres, hogy ha emberek sértőek másokkal, és akarnak bocsánatot nyerni, akkor itt lehet most kérni bocsánatot. Mert hogy bármilyen, amit bántás, sértés követtünk el emberek ellen, mi most itt tudjunk kérni bocsánatot, és akkor fogunk ezt bocsájtva lesz nekünk, főleg amikor most itt is hódolatot ajánljunk, és utána majd folytatjunk. Itt van a Murti, Dameshvar Murti, és itt van az Úr Csaitanya papucs, ami lehet látni, és már kaptunk áldást tőle, és folytatjunk, akkor ahhoz, hogy mielőtt kérjünk bocsánatot, mozsom pakejti, somnasztuk nyata. Mielőtt kérünk bocsánatot, ahhoz a szívünkbe... Hare Krishna! Igyom, tudácsot nem, de na most lehet, hogy kapunk valami áldásos... Pasli? Majd palucsi, mert a tápacski. Megyünk, kapunk áldást. Oké. Látjátok, kapunk áldást papucsukkal. Jéj. No, de már pazsartunk, könnyesen. Okay. Adjunk most adományt, aztán a... Hare Krishna. Megkaptunk a áldásokat, akkor most folytatom gyorsan, hogy akkor ahhoz, Nizsicska, észre, ahhoz, hogy mielőtt kérünk bocsánatot, elsősorban nekünk kell saját szívünkbe elengedni minden sértődés a másokra, akire mi meg vagyunk sértődve, úgy érzünk, meg vagyunk bántva. Először engedjünk el a szívünkbe, most itt vagyok egy kicsit, akkor próbáljátok meg, meddig itt vagyok, ez a hatásos. Elengedjünk minden, ami fájdalmat kaptunk valakitől, és utána kérünk bocsánatot. És akkor minden bánás, amit bántatok másokat, minden sértés, bűn, mindentől megszabadulunk. Szóval ez egy nagyon különleges hely. És így sokkal jobban ugye lehet haladni a lelki fejlődésbe. Megyünk tovább. Hare Krishna! Megérkeztünk. Amit tegnap beszéltem, Prauda Maya, az anyagi illuzorikus energia. Azt nézzétek meg, hogy az egész egy fa banyán fából van, nagyon-nagyon-nagyon érdekes, jó, nagyon nagy, és itt a templom, ott van a Nimi Prabhu, és akkor itt vagyok én is, és megyünk tovább. Ugye, ahogy beszéltünk, ez az illuzorikus energia, aki ide jönnek ateisták, akkor tőlük el lesz takarva a lelki szent hely, lelki része, és emberek csak fognak látni kutyákat, disznókat, kószt, minden.
közben egy bazárt csináltak a templomban, azt valahogy át kell itt menjünk a templomhoz. Szóval, és az emberek, a teisták nem fognak látni lelki dolgokat, ők csak látnak anyagi piacot, kutyákat, macskákat, kósz, nem minden. De személyek, akik alázatosak is, van hitük, bizalom Istenbe, ők előtt meg fog nyilvánulni a szent helynek a lelki szférája. Na most mi megpróbáljuk bejönni ide, ide jönnek mindenki más, aki itt azért imádja, hogy gazdagság miatt, mert Durga Devit lehet imádni, vagy Prouda Máját, nem csak a lelki hasznaért, hanem olcsó dolgokért, pénzért, legyen lelki haszon. Valaki itt vágja le a kecskét, mert itt nincsen vágóhíd, és akkor a húsevő kecskét vágja le itt a helyen. Aztán azok, akik adományoznak, ajánlanak ilyen virágokat, és akkor kapnak áldásokat. Jó, mi nem az anyagi dolgokért imádjunk az Úr Sivának a feleségét, Prouda Máját, hanem azért, hogy a mi meditációk igazán mély és lelki legyen. Majd folytatjuk. Hare Krishna. Lehet imádkozni, hogy nyilvánítsa meg előttünk az anyagi energia, a Prouda Máján nem anyagi energiát, hanem a lelki energiát. Mert ugyanaz az anyagi energia, ami illúzióba tart, ugyanaz tart minket majd lelki energiával, és lelki dolgokat fogok látni. Imádkozunk. Addig ajánlom hódolatot. Körbe fogunk sétálni itt, és ez banyán fa tőve, körbe megyünk itt gyorsan, és akkor meditáljunk, hogy a mai parikrám, az zarándokutunk, és mindegyik, nem csak mai az egész, mikor itt vagyunk, hogy ez legyen maximálisan lelki. Itt imádják, lehet látni, a helyi lakók füstölőt ajánlanak. És akkor itt lehet venni a fűzéreket kívülről, amit fűznek. Hare Krishna! Hare Krishna! Fűznek fűzéreket, és akkor ezeket lehet venni, és utána ide ajánlani. Oké. És megnézzük, próbálják oltárt videózni. Hare Krishna! Oltárt belül, egy ilyen fa tövébe. Nagyon fantasztikus hely. Misztikus. Lehet venni ilyen füzereket, amit itt csinálnak. Hare Krishna! Ajánlanak füzereket itt fűznek. Jó, most kisétálunk, ami riksás megmutatja nekik még egy szent helyet. A Úr Sivá. Sivá. Nézzük, azt mondtam, kak zavut Iva. Mindjárt kiderítjük, és akkor majd beszéljünk. Nézzétek, milyen nagy Úr Sivá. Itt is ajánljuk hódolatot. Kak zavut? Nem tudjuk, mi a neve, nem tudjuk, milyen Sivá. De ez a Sivalingam. Ez a Úr Sivának a murtija. Az istensége hatalmas nagy. És most imádkozunk hozzá, és hogy ő is ugye adja, mert tegnap esélte, lehetőséget tudattal belépni a szent helynek a lelki szférába.
akkor mi most indulunk Hare Krishna. És akkor most visszamegyünk már Mayapurba, a templom. Jöttünk ide Prabha Mayához, és akkor mit kell csinálni? Csak oda venni. Csak oda adni? Ja, jó. Hát így felajánlottunk, most a Csaba felajánlja. És akkor így egy dobáson felül. Kapunk egy ilyen dolgot a fejünkre. Thank you, Hare Krishna. És ugye már egyszer körbe mentünk, de most még egyszer megyek körbe. Hogy az anyagi energia helyett lelki energiát lássunk. Itt csak alázatosan lehet körbe. Itt csak alázatosan, félig le kell, meg kell hódolni. Meg kell hódolni, legalább félig, de meg kell hódolni. És akkor ott megint van egy templom, de megnézzük az milyen templom. Jó, addig itt megyünk alázatosan meghódulva. Háromszor kell körbe menni. Háromszor körbe megyünk meghódult dologba, a állapotba. És akkor egy kicsit ütünk a csengőt, és meditálunk, hogy nagyon szükség van nekünk az áldásra, a kegyére, hogy a meditáció legyen sikeres. Most megyünk a Rékesnek. Itt vannak a szegények, akiknek adunk mindjárt egy kis adományt. Nagyon kérnek. És itt van, ugye voltunk a Prabha Mayá, aki lelki energiát tud adni, látás az anyagi helyet. Itt pedig másik formában van ugyanő, Durga Devi, Kália istennő, aki illúzióba tartja. És azok, akik ateisták és nem alázatosok, ők számukra ilyen félelmetesen jelen meg, és ők csak anyagot látnak, és nem, és mondják, nincs is lelki dolog. Tehénkék jönnek ebédelni. Kifizetünk a riksát, visszajöttünk a partra, mert most másodjára itt vagyunk a Navadvipba, Csabával, ugye délelőtt voltunk Mini Prabhuval, most...